Továbbra is döcög a szekere idegenben a tabella 5. helyén álló paksi kosarasoknak. Sorozatban háromszor is idegenben léptek pályára. Oroszlányban 3 pontos, Kaposvárot 4 pontos vereséget szenvedtek. A sereghajtó Jászberény otthonában 3 ponttal nyerni tudtak, de csak hosszabbításban. Jan Békerrel múlt héten szerződést bontottak, és már meg is érkezett pótlására a 25 éves amerikai puertorikói játékos Jason Page. Az előző játékosnak nagyon sok egészségügyi problémája volt. Sérült, nagyon szenvedett itt a munkával, és mi eldöntöttünk, hogy cserélni fogunk ezen a poszton. Az új játékos, Jason Page, egy ilyen hasonló típusú játékos, egy ilyen hátvéd, bedobó, aki nagyon jó egyetemen volt, nagyon jó iskolából jött ki annak idején 2016-ból, és utána pedig játszott, pár évet játszott Európában, ha jól emlékszem, egyszer Angliában, a franciai másodosztályban. Szóval ott voltak a szezonjáim, hát azon az alapján, meg tavaly a G-League-ben. Lehetett mondani, hogy egy ilyen kettes posztú játékos. Nagyon nehezen egyelőre mondani, hogy mik az elvárások vele szemben, de az, hogy jobban teljesítsen, mint az előző, az biztos. Az újonnan érkezett idegen légiós Jason Page mindhárom idegenbeli meccsen pályára is lépett, Oroszlányba szinte a reptérről érkezett. I'm 26, I'm from New York City. 26 éves vagyok, New Yorkban születtem, 5 éve vagyok profi kosárlabdázó, eddig megfordultam már Angliában, Európában, több országban is, illetve az NBA G ligában is, és most itt vagyok. Szeretném azt, hogyha összeszokna a csapat, és nyilván minél nagyobb eredményeket tudnánk elérni a bajnokságban, természetesen ide beletartozik az is, hogy esetleg egy bajnoki aranyérem. Szeretnék minden nap minél egyre jobb lenni, úgyhogy ez a célom igazából. Remek a csapat szerintem, a fiatalok és az idősebbek egyveleget található ugye itt az oséban. Én úgy gondolom, hogy elég jó a légkör is, próbálunk előre menetelni a bajnokságban is. A Gesztenyi és Uti atomos sportcsarnokban veretlen Zunics Gárdára az alapszakaszban még 3 hazai és 2 idegenbeli meccs vár. Az idei bajnokság lebonyolításában változás történt, elmarad a középszakasz. Az első 8 helyezett az alapszakasz után kezdi is a rájátszást.